Sziasztok! A mai alkalommal a függvényekkel fogunk megismerkedni. A függvények alapgondolata nagyon egyszerű. Egy olyan kódrészlet, amely egy speciális feladatot old meg, és amelyet a programunk különböző részein tudunk újra és újra meghívni. A függvények segítségével átláthatóbbá tudjuk tenni a kódunkat, jobban olvashatóbb a kód a függvények helyes használatával, és úgy általában a programkódjainkat tudjuk a segítségével szervezni, struktúrálni. Ezért mindenképpen alaposan meg kell a függvényekkel ismerkedni. Nézzük meg, hogy hogyan hozhatunk létre függvényt a Python nyelven belül. Ehhez a def kulcsszót kell használnunk. Írjuk meg az első függvényünket. Def kulcsszó, ezután megadjuk a függvényünknek a nevét, ez hello néven fog hallgatni, majd zárójelek között a paramétereket lehet felsorolni, amelyek segítségével a függvényünk a műveletet el tudja látni. A fejsort végül kettős ponttal zárjuk le. Csapunk egy entert, és a beállított behúzásnak megfelelően elkezdjük megírni a függvényünk törzsét, amelyben egymás után felsoroljuk az utasításokat, amelyeket a függvény léte fog hajtani. A legegyszerűbb függvényünk, ez a hello névvel hallgató függvény, kiírja a konzolra a print függvény segítségével, hogy hello világ. Ezt már ugye a Python tutoriálunk elején megtettük közvetlenül, de most egy függvény segítségével fogjuk megvalósítani. Tulajdonképpen egy függvénybe zárjuk a hello világot kiíró print utasítást. Egy függvényt úgy tudunk meghívni, hogy beírjuk a nevét, majd ugye zárójelek nyitásával és zárásával zárjuk le a függvényünket. Ugye a zárójelben lehetne megadni a paramétereket, erről később beszélni fogok. Nézzük meg, ha mindent jól tettünk, a hello függvényünk meghívásakor kiíródik a hello világ felirat a konzolra. Ugye a függvények előnye az, hogy egymás után többször is le tudjuk ugyanazt a kód részletet futtatni, így például négyszer ki tudtam írni könnyedén a Hello világ üzenetet. Természetesen ennél a példánál nem volt nagy előny, hogy függvénybe zártuk az utasításokat, de láthatjuk, hogy nagyobb kódrészek megismétlésénél milyen nagy segítséget nyújtanak a függvények. Most beszéljünk egy picit a függvények paramétereiről. A függvények általában valamilyen eredménnyel térnek vissza, és az eredmények képzéséhez szükséges paramétereket argumentumnak szokták nevezni. Egy függvény általában 1-5 argumentumot szokott kapni, természetesen ennél több is megadható, de ilyenkor már a kód olvashatóság rovására megy. Ha 5-6 argumentumnál többet adunk meg, akkor már célszerű valamilyen objektumba zárni a paramétereket. Természetesen, mint ahogyan a hello függvényén is láttuk, nem muszáj megadni argumentumot, így nulla paramétert is elfogad egy függvény. Írjunk most egy nagyon egyszerű függvényt, amelynek egy argumentuma van. A hello függvényt mellett írjunk most egy másikat, legyen ennek a great a neve, egy olyan függvényt írjunk, ami üdvözölni fogja a felhasználót. Ugye a nevét fogjuk paraméterként megadni, ez name névre fog hallgatni, és a függvényünknek a törzsében a print függvény segítségével fogjuk kiíratni a szöveget. Ugye hello vesző plusz jellel hozzáfűzzük a name változó értékét, majd ponttal lezárjuk a mondatot, és utána fűzzük, hogy jó reggelt. Ezután, amikor meghívjuk a great függvényt, és beírjuk azt, hogy Péter, akkor azt írja ki a konzolra a függvényünk, hogy hello Péter, jó reggelt. De azt is írhatnánk, hogy például, hogy Kati, a függvénynek paraméterről Kati szót adhatjuk át, futtatjuk, és akkor azt írja ki, hogy hello Kati, jó reggel. Azaz a paraméterre segítségével
tudjuk a függvény visszatérési értékét befolyásolni. Na most az eddig írt függvényeink, a hello és a grid, bár kapott paramétert, mégsem tért vissza. Ezen változtassunk. Írjunk egy nagyon egyszerű függvényt, ami már valóban egy új értékkel tér vissza, ez pedig legyen egy egyszerű összeadás műveletet megvalósító függvény. Írjuk le a következőt, hogy def, add, egy add függvényt hozunk létre, és már két argumentumot adunk meg neki. Az összeadáshoz legalább két számra van szükségünk, x vesző y, és a return kulcsszó segítségével fogjuk visszaadni a kikalkulált értéket, tehát return és x plusz y. Ezután próbáljuk ki a függvényt, hogy add, és adjuk be neki, hogy 4, 9. Futtat, igen, csak ugye az értéket ki is kell iratni, lefutott, csak nem jelent meg. Ugye egy print függvénynek átdobjuk az add függvénynek az eredményét. Egymásba lehet ugye skatujázni az egyes függvényeket. Futtatjuk, és az eredmény ugye 4 meg 9 az 13, de ugye bármelyik argumentumot átírjuk, akkor már is egy új eredményt fogunk kapni. Azt hiszem, hogy a függvényeknek a koncepcióját ez a pár nagyon egyszerű függvény szépen át tudja adni a kezdő programozók számára. Na írjunk azért ennél egy összetettebb függvényt is, egy abszolút érték függvényt, ami egy szám abszolút értékével tér vissza, hogy lássuk, hogy több utasítás is tudunk a függvény törzsében elhelyezni. Tehát egy abszolút value névre hallgató függvényt írunk, ami kap paraméterül egy num változót, és egy if-fel fogjuk a visszatérési értéket kikalkulálni, mert azt mondjuk, hogy if num ugye nagyobb, egyenlő, mint nulla, akkor return num, ugye egy pozitív számról van szó, viszont, ha nem, tehát van az else ág, akkor pedig return minusszal beszorozva a num-nak az értéke, és próbáljuk ki, ugye most a printbe az absolute value függvény fogjuk meghívni, és átdobjuk neki először mondjuk a kettes számot, futtat, kiírtuk a konzolra, hogy 2, és utána minusz 9, és látható, hogy minusz 9-nek az abszolút értéke a plusz 9 lesz, tehát helyesen kalkuláltuk ki a kapott, a bemenő számnak a abszolút értékét a függvény segítségével. Ugye függvény visszatérési érték bármilyen Python adat típus lehet, nem csak egész szám, lehet string, lista, vagy bármi más, igazándiból több értékkel is visszatérhetünk, ezeket jellemzően tuple-ökbe szoktuk megzárni a visszatérési értékeket, ezért most egy olyan függvényt írjunk, kitörlöm az előzőeket, hogy áttekinthetőbb legyen a példánk, egy olyan függvényt fogunk írni, tehát ami a hatványozást fogja megvalósítani, írjuk le a def kulcsszót, és akkor rise, boot, és azért boot, mert beadunk két értéket, egy value 1-et, meg egy value 2-t, egyszer a value 1 lesz a hatvány alap, a kitevő pedig a value 2, majd a value 2 lesz a hatvány alap, és a value 1 pedig kitevő, mind a kettőt kiszámoljuk, és vissza fog mind a két értékkel térni a függvényünk. A függvényekön belül létrehozunk egy new value 1 értéket, ami ugye a value 1 value 2-vel lesz egyenlő, majd jön a new value 2, ami pedig a value 2, ugye ez az alap, is jön a kitevő, a value 1. Jó, oké, ezután pedig jön a return, és egy tuple-be fogjuk a new value 1-et, meg a new value 2-t
elhelyezni. Oké, rizált változóba töltsük be a rizbót függvényünknek az eredményet, 2-3, value 1 a 2, a 3 a 2, végül pedig a rizáltot írjuk ki a print függvénye. 8-9, tehát ugye 2 a harmadikon az 2x2, 4x2 az 8, az az egyik, és 3 a másodikon, az pedig ugye 3x3 az 9, helyes értéket kaptunk. Na most a rizált változó egyébként egy tuple, ugye a type-al meg tudnánk nézni, és ki is iratjuk, egy tuple, és ezt úgy is írhatnánk, hogy new value 1, vesző new value 2, tehát így megkapnánk külön-külön az egyes értékeket, és akkor most kiírjuk azt, hogy new value 1, hops, print new value 2, futtatunk, és akkor most ugye külön-külön írtuk ki a visszatérési értékeket, hogy 8 és 9. Most itt a függvényen belül zárójelbe tettem a két új kalkulált értéket, de ez nem kötelező, levesszük a zárójeleket, és szépen ugyanúgy hiba nélkül lefut a kódunk, de talán egy kicsit jobban érthető, hogy mi történik a motor háztető alatt, hogyha ezeket a formázási karaktereket is alkalmazzuk. Rendben van. Na most a függvényekkel kapcsolatosan is nagyon sok mindenről lehetne beszélni, de így zárásként, amit még mindenképpen érintenünk kell, az a változóknak a hatóköve, vagy más néven a scope, amiről beszélnünk kell. Ugye a függvényeknek a használata bevezeti a scope-nak a fogalmát, ugye azt a hatókört, ahol a változó él, ahol a változó működik, tehát elérhető, tudunk vele dolgozni. A hatókörön kívül nem tudjuk elérni a változót, nem tudunk vele dolgozni. A koncepció bemutatásához hozzunk létre egy nagyon egyszerű függvényt, jó? Hogy lássuk a változóknak a hatókörét, my function névre hallgató függvényt hozzuk létre. Ennek a törzsében az x változónak az értékét föltöltjük egy 10-es értékkel, majd kiírjuk azt a szöveget, hogy ugye érték a függvényen belül. Jó? Vesző x. Hops, oké. Tehát létrehoztunk egy függvényt. A függvény törzsén belül van egy x változó, aminek az értéke 10-es, és kiírjuk a függvénynek az értékét a print függvénnyel. Ezután a függvényen kívül létrehozunk egy x változót, aminek az értéke 20-as lesz. Tehát a függvényen kívül létrehoztunk egy változót, aminek az értéke egy 20-as, 20-as számot tárolja el, majd meghívjuk a my function függvényt, majd kiírjuk a x változónak az értékét, tehát hogy érték a függvényen kívül. Jó. Most azt várnánk, hogy a x változónak az értéke 20-as, majd meghívjuk a függvényt, ami ugye belül az x változónak új értéket ad, 10-est. És azt várnánk, hogy az lesz az új értéke ennek a változónak, hogy 10. Lefuttatjuk a kódot, és azt látjuk, hogy a függvényen belül 10-es a változó értéke, míg a függvényen kívül az ugyanazon nevű x változó értéke 20. Ez azért van, mert az x változó a függvényünkön belül csak a függvény hatáskörén belül létezik, kívül nem, és nem tud hozzáférni a külső változóhoz. Na most azokat a változókat, amelyeket a függvény előtt hozunk létre, olvasni tudjuk a függvényen belül, de módosítani, azaz írni őket nem tudjuk. Erre is nézzünk meg egy nagyon egyszerű példát. Ugye azt mondjuk, hogy itt átírom az előző példát, hogy x változó értéke 44, és kiírjuk ide a my function-ön belül,
hogy változó értéke, x, itt ezt kitöröljük, bejön a my function, oké, minden rendben van, futtat. Azaz, létrehoztunk egy változót a függvényen kívül, ezt a változót tudjuk olvasni, ami ugye a függvény előtt lett létrehozva, a függvényen belül ki tudtuk írni az értékét a konzolra. De mi van akkor, ha hozzá akarunk nyúlni az x változóhoz, módosítani szeretnénk az értékét, tehát x, ugye plusz egyenlő 1, mentünk, majd futtat, és hibát kapunk, tehát ugye nem lehet a függvényen kívül létrehozott változót módosítani. Rendben van, tehát ezekről szerettem volna így első körben beszélni. Összefoglalva, a függvények segítségével tudjuk csoportosítani, szervezni a kódunkat. Jobban lehet áttekinteni a programkódot, könnyebben lehet írni, fejleszteni, olvasni azt. És amiről még nem beszéltem, hogyha a függvények nevei, amit ugye adunk az egyes függvényeknek, leíró jellegűek, tehát utalnak arra a funkcióra, amit megvalósítanak, akkor olyan emberek is képesek lesznek a programunk működését megérteni, vagy rálátni a működésére, akik igazániból nem is programozók. Hiszen a leíró jellege miatt elmeséli a kódunk, hogy mi történhet a programunk futásakor. A függvényekkel kapcsolatosan még sok érdekesség van, most első körben ennyit érdemes tudni. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, találkozunk legközelebb is. Sziasztok!